Tisztelt jelenlévők, október 6-án az aladi vértanúkra emlékeztünk a Vécsei lakótelepen. Az 56-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából ünnepségsorozatot rendeztünk, hagyományainknak megfelelően. 16-án a forradalom jelképes lángjának fellobbantásával váltófutása jut a dombi tüzérek terétől emlékezés teréig. Október 20-án emlékműsor rendeztünk az emlékezés téren a Vörösmarty Mihály általános iskola tanulóinak részvételével, majd felfonták a lyukaszászlót az országzászlónál, a megemlékezést vacsorával zártuk Pest Erzsébet 56-os szövetség tagjainak tiszteletére. 26-án koszorút helyeztünk el az Atta gyár körüli harcok áldozatainak emlékére. November 3-án gyásznapi megemlékezést tartottunk a Pest Erzsébeti temetőben, majd levontunk az 56-os lyukaszászlót az országzászlónál. 25-én a reformáció 500. éves jubileuma alkalmából Kávé János emlékparkot avatott fel a János téren Pest Erzsébet önkormányzata és a Pest Erzsébeti központi református egyházközség. 28-án Pest Erzsébet önkormányzatának támogatásával Wolfgang Amadeus Mozart Requiem című műve hangzott el az Árpádházi Szent Erzsébet főplébánia templomban elhunyt szeretteink emlékére. 29-én a Pest Erzsébeti Evangélikus Egyházközség és Pest Erzsébet önkormányzata a reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther Márton emlékparkot avatott az evangélikus templom mögött a Török Floris utcában. Számláinkról a következőt tudom elmondani. November 7-én költségvetési számlánk egyenlege 1.426.457.000 forint, a bérlakás értékesítési számla egyenlege 202.791.000 forint, egyéb helyiség telek értékesítési számla egyenlege 404.904.000 forint. Kiegészítésképpen még hadd mondjam el, hogy az adóbevételeink elfogadható mértékben teljesülnek, de időarányosan azért 10 millió forintos, több 10 millió forintos bevétel kiesés van ezidáig. Vannak adónemek, amelyből többletünk van, van, amiből azonban lényegesen kevesebb érkezett. Az iparűzési adó mértéke is elfogadható, de ez is kevesebb, mint a tavalyi évi hasonló időszaki volt. A számlákinkon lekötés nincs, munkabérhitelünk és folyószámla hitelünk nincs. A napelemes mobilkamerák beszerzése 12 hónapos üzemeltetéssel tárgyú egyszerű beszerzési eljárás nyertese a Mobil Router Kft. Lett, a szerződés megkötése folyamatban van. Hozzájárulást adtunk ki Lázár Vilmos általános iskola által használt 20. kerület Lázár utca 20 szám alatt ingatlanon létesített sportpálya felújításához. Tisztelt képviselőtestület, szeretném önöket tájékoztatni, és egyúttal a figyelmüket felhívni, hogy az önök döntésének megfelelően és a költségvetésben erre elfogadott összeg felhasználásával a térfigyelő kamerarendszer bővítése, illetve rekonstrukciója folytatódik. Ezzel kapcsolatosan szükséges önöknek egy határozatot hozni, amelyben arról döntünk, hogy a Tátratéri játszótér alsó határú teljes szakasza Rákóczi utca, Gyalogos híd melletti terület, Pacsirta utca, Eperjes utca kereszteződése, Fiume, Nagykörösi út kereszteződése, Pozsony utca, Bácska utca keresztek, Kiserdő területe, Kossuth Lajos tér egyszám mögötti parkolót, Vágóhíd utca, Akác utca kereszteződése, emlékezés tere, Kulcsár utcai Fit Park területe, Lajtalászt utca és Sportpark területe, Vízisport utca 15 szám alatti játszótér területére kerülne ki kamera. Van még egy testületi határozatunk, amely az Ady Endre utcai bölcsöde játszóudvarának fejlesztéséről szól,
Itt 12.800.000 forint támogatási összegű nyertes pályázati projektben a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársággal, mint támogatóval közösen véglegesített támogatási szerződést megköthessük. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kereste meg az önkormányzatunkat, mely egy kisméretű faház felállításáról szólna a Baross Német Nemzetiségi Óvoda területén. Az ezzel kapcsolatos határozati javaslat fekszik önök előtt, amelyről szükséges dönteni, illetve javaslatot szükséges tenni kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatására kért pályázaton való részvételre. Ha megengednék, ezt sem olvasnám fel hosszasan, hiszen az előterjesztés ott van önök előtt, amely határozati javaslata három pontból áll, ebből az érdemi ugye az első, amely azt mondja, hogy az A és C kategóriákban pályáznánk, illetve 10%-os önrész biztosítanánk, amely összesen 200.000 forint forrást jelentene. Szintén támogatás biztosításáról szükséges határozatot hoznunk, amely az egészségfejlesztési iroda kialakításáról szól. Ennek előzményei már voltak a képviselőtestület előtt, és a támogatás összegét az önkormányzat, ha biztosítja, akkor azt a működési céltartalék terhére tenné, de ez csak abban az esetben realizálódik, ha a pályázaton nyertesek leszünk. A Lázár Vilmos Alapítványának támogatásáról van szó, amely kapcsolatban az alapítvány elnöke kereste meg az önkormányzatot, itt 80.000 forint mértékű támogatás a 100. évforduló alkalmából kiadásra került centenáriumi évkönyvhöz szól a határozati javaslat. A másik bankkártya használat engedélyezése, amely felhatalmazna engem, hogy érdemeim elismeréseképpen a bankkártyát a jövőben használhassam. Természetesen az önök gondolataival ellentétben nem saját célokra, hanem egy egyszeri, de nagyobb tranzakció lebonyolítására, amelyről már önök elviekben döntöttek. Itt pedig a regisztrációs díj, amit ezért ki kell fizetnünk, 70 dollár szumma összeget tartalmaz. Úgyhogy kérem, ezeket a határozati javaslatokat támogassa a tisztelt egybegyűlt testület. Köszönöm szépen, polgármester, hozzászólások, kérdések volna következni. Nemes László, a polgármester úrnak adok szót. Tisztelt képviselőtestület, úgy gondolom, hogy törekednünk kellene arra, hogy a polgármesteri beszámolóban ne igen legyenek határozati javaslatok. Ez alól természetesen eltérhetünk ettől, hogyha az valóban egy formálisnak látszó vitát nem generáló egyszerű dologról van szó. Én úgy gondolom, hogy sok esetben viszont nem ez a helyzet átent, hanem olyan dolgok kerülnek ide bele, ami igényelni, hogy bizottságok tárgyalják, hogy előterjesztés legyen róla, és hogy lehessen vitázni. Most ugye a polgármesteri beszámoló keretében lehetne kérdezni az összes határozati javaslatról. Én úgy gondolom, hogy például a mobil kameráknak a helyét azt nem szerdai napon kéne megtudni és csütörtökön szavazni róla, hanem ennél több időt biztosítani. Azt is sajnálom, hogy a jogi közbiztonsági bizottság nem volt módja például ezt tárgyalni. Hogyha úgy döntünk, hogy ez nem önálló napirendi pont, akkor még egyszer szót fogok kérni, hogy akkor a tartalmilag is erről beszéljek, de rá szeretnék mutatni arra, hogy ez a módszer sem igaz, ami az SMS-ünknek se igazán felel meg, hogy képviselők mondjuk a 5 határozati javaslathoz többször szóljanak hozzá. Köszönöm.
Köszönöm. Puskás úr felkészülten várta ezt a kérdést. Tessék kifáradni és válaszoljon le. Tisztelt képviselőtestület, polgármester úr, Jendő asszony is megjelentek. A 2016 évi novemberi képviselőtestületi határozat alapján eldöntötték már egyszer, hogy milyen közterületeken kerüljön alkalmazásra a térfigyelő kamerarendszer. A 2017 évi költségvetésben szerepel ennek a, nem csak ennek a kamerarendszernek, hanem a maga a térfigyelő kamerarendszereknek az elhelyezése a közterületen. Ezért tettünk javaslatot a maga a bővítésnek a folytatására, illetve az úgynevezett mobilitásnak a megtartására, a 4 darab kamerának a bővítésére. És ezért gondoltuk azt, hogy polgármester úrnak felterjesztük tájékoztatásra, hiszen a múlt közgyűlésen, testületi ülésen elhangzott az, hogy mérjük föl, illetve adjuk le a listát, ami megtörtént, és ezáltal polgármester úrnak felterjesztettük ezeket a közterületeket. Szükséges ugye a meglévő térfigyelő rendszernek, ami a rendőrségnél van bekötve, annak a bővítése is, ami 8 darab kamerával fog megtörténni, folyamatban van, mivel hogy felvetődött többek között a tátatéren lévő problémának a megléte, és ebből a listából hiányzott, ezért kerültek ezek ismételten, illetve plusz közterületek felvételre, valamint mint ahogy képviselő úr is elhangzott korábban, hogy a mobilitást megtartása ugye nincs, tehát nem tudjuk átrakni a kamerákat, mert ezt sajnos nem tudtuk megoldani a költségvetés hiányában. Az osztály nem rendelkezett vele, ezért ebben az előterjesztésben tettük bele. És azért kértünk még plusz közterületeknek a meglétét, hogy ugyanúgy a mobilitás mellett a 2018-as költségvetésben tovább tudjuk fejleszteni ezeket a kamerákat, illetve a mobil kamerákat tudjuk áthelyezni egyik helyről másikra. Köszönöm szépen, osztály vezető úr. Gémesi Jánosnak eredeti 6-os napirendi pontunkat, mely a Diatasi Kórháznak lett volna a beszámolója, én azt nagyon is vártam volna, és szomorúan láttam, hogy levételre került. Gyakorlatilag egy évvel ezelőtt vetettem fel a képviselőtestületnek, és minden képviselő akkor egyetértett volna, hogy a Diatasi Kórház igazgatójával le kellene volna megbeszélni, hogy hogy is áll a kórház, milyen problémák vannak, miben tudnánk esetleg segíteni. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a képviselőtestület konstruktívan állt volna a kórházhoz hozzá. Az a rendkívüli találkozó ugyebár meghívósult, én úgy gondolom, hogy nem a mi oldalunkról. Akkor polgármester úr konstruktívan javasolta azt, hogy legyen ilyen éves beszámoló, mi annak is álltunk elébe, most ez a beszámoló is levételre javasol. Tehát ennek ellenére viszont ugyebár a polgármesteri beszámolóban megint van egy ilyen határozati javaslat, hogy pénzt viszont kér a kórház. Na most nyilvánvalóan, mivel a kerület lakossága van ellátva abban a kórházban, tehát nyilvánvalóan az önkormányzat, bár nem kifejezetten feladata így a kórházat pénzelni, nyilvánvalóan mindig segített, ahol tudott, akár eszközökkel, akár anyagilag. Én most jutottam el arra a pontra, hogy mivel mi hiába kezdeményezünk találkozók, ez nem jön létre. Én nekem most jött el az a pont, hogy eddig és nem tovább. Én azt a határozati javaslatot nem tudom sajnos támogatni, mert én azt érzem, hogy a kórházban azok a hatalmas problémák, amikkel szembesülünk, akár betegként, akár betegek rokonaiként, vagy akár képviselőként, azok már nem vagyok biztos benne, hogy pénzkérdések. Mert hallani a híreket arról, hogy a kormány is milyen támogatásokat nyújt a kórháznak, arról is, ha látjuk, hogy mi mennyi pénzt tölünk a kórházba, még sincsen színvonalbeli javulás. Akár az egy évvel ezelőtt szerencsétlen esetre gondolunk, vagy akár ami a Facebookot bejárta a 17 órásról mennyi várakozási idő. Tehát én most már úgy érzem, hogy ez nem pénzkérdése. Mi hiába vagyunk konstruktívak a kórházra, hogyha a kórház arra nem méltat minket, hogy azt képviselő személy idejön és beszéljen velünk. Úgyhogy amíg ez a találkozó nem jön létre, addig sajnos én nem tudok semmilyen támogatást megszorozni a kórháznak. Köszönöm szépen. A másik pedig, amit a polgármester úr mondott, ezzel egyetértek ezzel a felvetéssel, hogy a polgármesteri beszámolóban most már egyre több így a határozati javaslat, amit lehet, hogy érdemes lenne azért a bizottságoknak is megtárgyalni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az én tudomásom szerint a kórház beszámolója a decemberi ülésedet csak állapolva az igazgató, főigazgató úrral egyeztetve. Készítésképpen én szeretnék ezt hozzáfűzni, és Mag Péter képviselőnek adok szót. Ez egy ilyen nap, én is egyetértek a polgármester úrral, exponenciálisan nő
azoknak a határozatoknak a száma, amit a polgármester az utolsó pillanatban olvas föl. A kamerás határozattal kapcsolatban még nem teljesen értettem a szövegében, szeretném megkérdezni, hogy kik javasolták az új helyszíneket, tehát ugyanaz történt-e, mint eddig, hogy a rendőrséggel, mint egy kicsit említve van, csak furcsán van szogalmazva a szöveg, tehát hogy a rendőrséggel közösen a rendvédelmi osztály határozta el meg a helyszíneket. Igen. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. A Ján Ferenc kórház támogatásával kapcsolatban a magam és nyilván a képviselőtársam is jó szívvel támogatjuk a kórházat, és ennek ellenére nyilván mindenkinek a sürgősségi állapota jut eszébe. A most behozott egészségfejlesztési oda is jó kezdeményezés, amely lehetőséget nyújtana a kerület lakosság számára a népegészségügyi szolgáltatásokhoz. Ennek ellenére azt gondolom, hogy kerek egy éve hívtuk el a főigazgató urat. Most úgy volt, hogy jön novemberben, eljött, küldött maga helyett egy csekket. Ezt a magam részéről is nagyon zokon veszem, úgyhogy én még mindig nagyon gondolkodom rajta, hogy hogyan szavazzak. Én nagyon támogatnám azt, hogy halasszuk el ezt a döntésünket így decemberre, ne csak a csekket küldje, hanem ő is jöjjön el, és mondja el, hogy a kerület és a kórház miben tudna együttműködni azért, hogy a kerületben élők minél több problémájára tudjon választ adni a kórház vezetése. És igen, azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy 12-13 órát kell várakozni a sürgősségén, és igen, szeretném tudni, hogy a kerület tud ebben bármit segíteni, vagy pedig nem, ez szerintem tiszta beszéd lenne. És amúgy meg egyetlen megjegyzésem van, egy kérdésem, de nyilván nincs itt főigazgató úr, hogy nem tud rá válaszolni, hogy miért pont a sajtóból olvasom állandóan. Tehát a nővérszálló lett felújítva, ez az egyetlen felújítás, ami tökéletes a Dél-Pestiben, most 9 milliót átalakításra költünk. Tehát nyilván akkor ott van még olyan helyiség, ami nincsen felújítva. Nem tudom, ez csak... csak egyetlen megjegyzésem van még, de ezt kérdezném a hivataltól, hogy ez a 70 dolláros Google Play és Apple Store áruházban lévő vásárlás, a fiamnak vettem Norton Family-t a telefonjára, és akkor csak úgy tud vásárolni, amivel letiltottam a Google Play vásárlást, tehát ez a fontos, hogy tiltsuk le, hogy ne tudjon a polgármesterről vásárolni. De nem értem, hogy nem lehetne bármilyen rendeletet, vagy valami határozatot hozni, hogy ne kelljen, mert szerintem ez méltatlan mindenkinek, hogy 70 dolláros. A múltkor itt értettem, mert az egyszerű volt, de most egyre, ha másodszor jön, akkor már jön harmadszor el, hogy a bankkártyás fizetéseknél nem lehetne megoldani, hogy ne a testület döntsön. Köszönöm. Dehogy akarok én, döntsön csak a testület, dehogy akarok én még egy 7 forintos, nem egy 7 dolláros. Majd egyszer mondom, se 7 forint, se 7 dollár. Tehát döntsön a testület az utolsó pillanat. A végén még azt mondja, hogy ezzel utaztam valahova, tehát itt a 23-as buszon. De komolyra fordítva a szót és a délpesti kórházra vonatkozóan, nem tisztem védeni a kórházat, nem is szeretném, annyit akarok mondani, hogy decemberben valószínűleg ellátogat a főigazgató, egyébként nincs semmilyen a baráti kapcsolaton kívül az önkormányzatnak a kórházzal semmilyen hivatalos kapcsolata, tehát ha ő itt beszámolót tart, azt abszolút baráti gesztusnak tekinthetjük, mint ahogy egyébként, amikor az önkormányzat támogatja a kórházat, az viszont nem baráti gesztust, mert azt meg a pesterzsébeti lakosok érdekében tesszük. De ez csak azért, hogy a tévé minket nézők ne úgy ítéljék meg, hogy itt valamilyen kötelezettségének nem tesz eleget a kórház, hanem egyszerűen nincs ilyen kötelessége. A felújítás vonatkozásában meg ugye tudjuk, hogy a kormányzati támogatásból jelentős felújítás várható, reméljük, hogy minél hamarabb. Ez a 9 millió forint, amiről meg itt szó van, ez meg a legjobb tudomásom szerint a pályázathoz szükséges, és a pályázatnál ott meg határidők kötik őket, ezért szükséges ennek az összegnek a biztosítása, és maga az iroda és ez a pályázat, amin egyébként testületi döntés alapján, vagy egyetértéssel indulunk közösen, az kifejezetten a pesterzsébeti emberek érdekeit szolgálja, már amennyire a prevenció és a felvilágosítás annak
annak tekintet, úgyhogy, de ha ennél van még flapánsabb kiegészítés, azt majd megteszi a polgármester asszony, mint ágazatért felelős. Meg azért is szeretném megtenni, hogy följön képviselőtársaink figyelmét, hogy az anyagban konkrétan szerepel, hogy a képviselőtestületünk ezt az együttműködési megállapodást a kórházzal megkötötte. Tehát gyakorlatilag annak az elköteleződésünknek teszünk most eleget azzal, hogy erről a 9 millió forintról szavazunk. Nem azt gondolom, hogy egy új csekk beadásáról szól a történet. A maximum osztályvezető azt, hogy tudunk még plusz segítséget kérni, ha erre igény van, de én azt gondolom, hogy ez egy teljesen korrekt és körbe járt. Úgyhogy nyilván ki mindenki majd a szavazáson eldönti, hogy hogyan szeretne ebben részt venni. Az első határozatunk a képviselő kamarákra vonatkozó határozat. Kérem, hogy szavazzunk. Egyhangú szavazattal egy képviselőtestület a határozatot elfogadtam. Második határozatunk az Ady Endre bölcsőde játszóudvarának fejlesztéséről szóló határozat. Kérem, szavazzunk. Egyhangú igennel a képviselőtestület a határozatot elfogadta. Következő a Baross Német Nemzetiségi Óvoda kérésének támogatásáról szóló határozat. Kérem, szavazzunk. Egyhangú igennel a képviselőtestület a határozatot elfogadta. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázatának adásáról szóló határozatokról kérem szavazzunk. Egyhangú igennel a képviselőtestület a pályázat adását támogatta. Egészségfejlesztési iroda kialakításáról szóló határozatok elfogadásáról szavazzunk. Tíz igen, kettő nem, három tartózkodással a képviselőtestület a határozatokat elfogadta.